Helyi óvodások léptek fel először a felújított Cikói művelődési ház színpadján. A gyerekek mellette a kis település szinte valamennyi egyesülete szervez ide programokat. A fejlesztés ezért is volt fontos a falunak. Az épületet az óvodás iskolás rendezvényekre használjuk, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei is itt kerülnek megrendezésre, a Cikói Hagyományozó Egyesület rendezvényei is itt kerülnek megrendezésre. Ezen kívül családi rendezvényekre, lakodalmakra, születésnapokra adjuk bérbe az épületet. A művelődési ház egy topos pályázat keretében újult meg. 55 millió forintból hőszigetelték az épületet, valamint nyílászárókat cseréltek, de felújították a fűtési rendszert is, és napelemek kerültek a tetőre, aminek eredményeként az épület fenntartása évente 1,8 millió forinttal kevesebbe kerül, mint korábban. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondja, a top pályázatoknak köszönhetően az elmúlt években több 10 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések Tolna megye településein. 27 milliárddal indult ez a fejlesztési ciklus, és most már 38 milliárdnál tartunk, tehát 10 milliárddal többet is sikerült lehívni, mint amit eredetileg terveztünk. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a kormány pályázatainak köszönhetően az elmúlt években olyan fejlődésen mentek keresztül a kis települések, amire évtizedek óta nem volt példa. Csak az én választókerületemben topos forrásokból 8,5 milliárd forint fejlesztés valósult meg, és a 19-es, 20-as esztendőben, Magyar Falu programban az 58 településből 56 volt az, amelyik pályázhatott, hiszen 5000 főnél kisebb, és közel 2,5 milliárd forintos fejlesztést kaptak ezek a települések. A Magyar Falu program idén is folytatódik, idén országosan már több mint 250 milliárd forint áll rendelkezésre.